Kemény szavakkal bírálta a kormányt egy interjúban Hajós András. A zenész műsorvezető azt szeretné, ha Orbán Viktor minél előbb lemondana. Hajós Andrással beszélgetünk. Szervusz, jó estét kívánok, ugye újságíró és műsorvezető kollégákkal tegeződünk. Biztos láttad itt a műsor elmúlt beszélgetéseit, és Alai Róbert Benedekkel éppen azt beszéltük meg, hogy ő belefásult ebbe a műfajba, amit az országgyűlési politizálás jelentett. Te pedig azt nyilatkoztad az elmúlt napokban, hogy vége van a fásultságnak. Ez személyesen értendő, vagy úgy érzed, hogy most itt tényleg valami elindult, és minden megváltozik? Jó estét, szervusz! Valóban azt nyilatkoztam, hogy vége a fásultság korszakának. Lehet, hogy ez csak rám vonatkozott, de a fásultság korszaka ciklikusan tér vissza, és a fásultság szerintem egy tudatos választónak egy folyamatosan leküzdendő érzés. Azt hiszem, hogy az elmúlt 20 évben mindannyian megtanultuk, az én generáción biztosan, hogy vannak ilyen gyerekes, kamaszos, reményteli álmaink, amelyekben érdemes hinni, és a gyakorlat az időnként más. Csak a fásultság ez így hullámzik, és azt hiszem, hogy az elmúlt időszakig, mondjuk a Momentum Olimpia kampányáig, és ez a most elmúlt egy-két hét tüntetési akciójáig, joggal gondolhatta azt az ellenzéki, Orbánt nem szerető, Fideszt nem jó szemmel néző közeg, hogy jó, ez már csak így lesz mindig. Ebben az értelemben úgy érzem, hogy valami megmozdult, miközben ezt nem akarnám túlihegni. Meg hát valami alig, hanem megmozdulhatott benned, mert volt egy időszak, amikor nagyon gyakran elmondtad a véleményedet, még akkor is, ha olykor vicces formában, ugye a heti hetes az alapvetően közéletről szól. Aztán egy pár évig sokkal kevésbé, és most az elmúlt napokban a tüntetések kapcsán pedig nagyon bátor kiállásokra tettél tanúbizonyságot, amennyiben ma Magyarországon az bátorság, hogy egy közéleti szereplő, egy szórakoztató műsorokat vezető tévés személyiség azt mondja a kamerába, hogy szerintem Orbán Viktornak le kellene mondania. Ez mennyiben függ össze a TV2-vel és azzal, hogy te az utóbbi időben sok bírálatot kaptál azért, hogy engedted, hogy a te neved valamilyen mértékben mégiscsak azt a márkát építse, segítse, ahol az a Tények című híradó hírműsor ment adásba, amiről most az utóbbi időben már azt nyilatkoztat, hogy neked magadnak is hánynod kell tőle. Köszönöm, hogy a hősiességemet te tetted idézőjelbe, és nem nekem kellett. Valóban semmi érdekeset nem találok abban, hogy egy közszereplő véleményét rendszeresen elmondó, és valóban hetietesben majd egy évtizedig nyíltan politizáló ember elmondja a véleményét. Én ezt csak annyiban tartanám jelentőségteljesnek, hogy nagyon sok kollégámról tudom, hogy a véleménye azonos az enyémmel. Nagyon sokan hívnak föl azzal, hogy de jó, amit mondtál, ki akartam posztolni, de végül nem mertem. Nagyon sok művésszel beszélek, akik azt mondják, hogy amit a múltkor írtál a Facebook oldaladra, azt olyasmit akartam én is, de végül nem raktam ki. Én tehát folytatok egy belső szakmai, hogy mondjam, ilyen szabadságharcot is, amennyiben megpróbálom a saját példámmal a kollégáimnak azt mutatni, hogy ezt érdemes és lehet. Ha másért nem, azért, mert mondjuk ez a három ember, akik most itt a fejemben van, és nyilván nem fog kiadni, őnekik mondjuk csak a Facebook oldala több embert fed le, mint amennyi a Fidesz szavazó tábora. És azt gondolom, hogy ennek igenis van jelentősége, ahogy annak idején a Fidesz nagyon ügyes kampánystratégiával és a világban ismert módon, ismertségekkel, művészekkel rakta körül a színpadait maga mögött. Ezt most is meg lehetne tenni, mert azt hiszem, hogy fontos az egyszeri választóknak az igazodás, és fontos az, hogy lássák azt, hogy ja, ő is azt mondja, ő is úgy gondolja, akkor én nem vagyok hülye, akkor mi nem vagyunk kevesen. Ez pedig azért fontos, mert azt hiszem, hogy ez az a fásultság, az valahogy innen indul. Egy profi működtetett véleménygőzhenger támad egy egyszeri emberre, akinek nincs ideje egész nap mindenben tájékozódni, aki teljesen természetesen emberi lényként, érzelmek, félelmek, előítéletek alapján, esztétikai vonzalmak alapján próbál tájékozódni, hogy ki mond igazat, ki mond nem igazat. Egyet tud biztosan, hogy valószínűleg megpróbálják átverni, ezt már megtanulta, és ebben a közegben nagyon fontos lenni, hogy számára hiteles embereket találjon, akiknek a véleményehez igazodni lehet. Nem feltétlenül elfogadni, elhinni, igazodni, ellene
lenni, elgondolkodni rajta egy kicsit, ezt hívnák közbeszédnek, ennek hiány vagyunk most. Ja, most azzal kezdted, hogy nem fogod kiadni azokat a kollégákat, akik neked panaszkodnak, de téged a közelmúltban kiadtak, mert egy ismert kollégád, akiről azóta csak úgy nyilatkozol, hogy egy volt ismerősöd, a legnagyobb elérésű online portálnak nyilatkozott arról, hogy például te neki négy szem közt szidod a kormányt, aztán mégiscsak adod az arcodat ahhoz, ami a TV2-n folyik. Sokszor reagáltam már erre, nem szívesen foglalkoznék vele, itt is volt ennél a TV-csatornánál elég lehetőség, hogy magával foglalkozzon. 10 évig a Heti Hetesben nyilvánvaló volt, hogy mi a véleményem. Annak a műsornak a szerepét nem értékelem túl, de nagyon fontosnak tartottam, tartanám most is. Az ott elhangzottakat mind a mai napig vállalom, a véleményem nem változott. Amikor az RTL-ben elfogyott a lehetőség előttem szakmailag, akkor átmentem a TV2-höz, miután sem az RTL-nél, akkor sem azóta a TV2-nél, sem semmilyen csatornánál nekem nincsen, nem volt soha, és nem is lesz szerződésem, én nem vagyok csatornaarc, én egyes műsorokhoz szerződök, ezért az átlagos tévésekhez képest szabadabban mozgom. Egy műsornak általában van egy szerződéses hatája, ha az ember a Puding Show-ban dolgozik, akkor az Puding Show kiköti, hogy utána egy hónapig, két hónapig, egy évig nem dolgozhatsz egy másik műsorban, egy másik csatornánál. Ilyen értelemben valóban ez költ, és ilyen értelemben valóban egy csatornához tartozik az ember. De akkor olyan feladatokat kaptam, amelyek gyerekműsor, ének, tehetségkutató verseny, énekiskola, ezek a feladatok nem gondoltam, hogy egybe, hogy összeilleszthetők azzal, hogy túlságosan politizáljak, meg is untam. Meguntam azt, hogy a Heti Hetesben az a munkám, hogy a szájamon jön ki az, amit Orbán Viktor mondott. És este meg elegem van belőle, hogy nagyon újat nem lehet mondani, mert ugyanazt csinálják. Egy picit, ahogy az előbb Sallai képviselő úr belefáradását hallgattuk, egy fajta ilyen belefáradást éreztem magamon is. Most pedig aktívabban van kedvem megszólalni nekem, ilyen értelemben, miután egy média szereplő vagyok, nyilatkozási, véleményalkotási kötelezettségem nincsen. De felelősséged van, és erről beszéltél a beszélgetésünk elején is, és ezt abszolút értem, ára van ennek? Ugye mondod, hogy te nem vagy egy csatornához leszerződve, de azért mindannyian ebben az országban élünk, és nyilván sokan, akik hallgatnak, nem véletlenül hallgatnak. Nagyon valószínű, hogy a Dalfutár című műsorom és Szerelem gyerekem az nem tud folytatódni a TV2-n, jelen állás szerint ez így van. Azért, mert te már nem mennél ehhez a csatornához, vagy azért, mert ennek a csatornának már nem vállalható egy politizáló Hajós András? Is, ez a beszélgetés még nem folyt le, de ezt tartom valószínűleg, hogy a végeredmény ez lesz. De hát ez nem egy ár, és igazából jó lenne, ha elkezdenénk lassan nem rólam beszélni, mert ez nem annyira érdekes. Én de rajtad keresztül a közéletről is beszélünk, mert hogyha arról van szó, hogy egy művésznek Magyarországon, egy szórakoztatóiparban dolgozó szakembernek meg kell fontolnia, hogy akár a Facebookjára mit posztol. Van egy személyes válaszom erre, én mindig sokkal inkább hittem a tehetségemben, mint azokban a körülöttem levő körülményekben, amelyek engem akadályozhatnak. Én azt hiszem, hogy ha valaki tehetségesnek tartja magát, vagy bízik abban, hogy mit tud, akkor nem fél attól, hogy városokból tiltják ki esetleg, vagy nem hívják rendezvények, vagy bizonyosan, akkor fogja magát, és kibéreli a Csöpi Presszót, és majd ott előadja magát, és majd akkor van Facebook Live, és akkor azt majd megnézheti 800 ezer ember, ha éppen akarja. Ilyen értelemben én ettől nem tartok, és szerintem a kollégáim is inkább kényelemből tesznek úgy, mintha félnének, nincs ebből a szempontból ekkora félnivaló. A szakmai válaszom pedig az, hogy nekünk kellene példát mutatni a tekintetben, hogy a politizálás, a közéleti szerepvállalás, ami egy hatalmas skálán helyezkedik el, ki egyszerűen csak hozzászól, ki csak olvas, ki csak aktivistaként lejár egy klubba, ki csatlakozik egy kezdeményezéshez. Most voltam délután a Momentum 13. kerületi alapszervezetének valami alakuló ülésén. Mindenki csatlakozol tehet. Hozzájuk? Nem csatlakozom hozzájuk. 13. kerületi lakos vagyok, és arra kértek, hogy segítsem a akciójukat. Ez egy ilyen probléma térkép felrajzolása. Megkezdik azt a munkát, ami a pártálakuláshoz kell, és én nagyon sok ilyen helyzetben segítettem nagyon sok szervezetnek, személynek, Karácsony Gergő kampányában is részt vettem, az LMP-t is örömmel támogattam, Juhász Péter barátom egyes akcióiban is segítőleg lépek föl.
Egy tüntetésen felmennél a színpadra? Hívtak most eddig szinte mindegyik legutóbbi nagy tüntetésre szerepelni, és udvariasan és alaposan végig gondolva mindig azt választottam, hogy nem megyek. És most? Most sem fogok menni, azt gondolom, hogy nem az én dolgom. A tüntetésen, a színpadra, az menjen föl, és akkor itt jön el az a pont, amiért örömmel elfogadom a meghívást, hogy végre előre lehessen beszélni. Csak annyira unom, hogy ez a kereskedelmi tévés érdektelen hülyeségek mindig jobban érdekelnek titeket, mint a lényeg. De oké, akkor befejezhetjük a Hajós Andrást, és lehet politizálni? Hát azért azt hiszem, hogy az a nézőinket is nyilván érdekli, hogy te fogsz-e személyesen politizálni. Én nem szeretnék, nem hiszem, hogy alkalmas vagyok rá, és azt hiszem, hogy a színpadra annak kell mennie, aki alkalmas rá. A politizálás ugyanis nem azt jelenti, amit nagyon naívan szeretünk gondolni, szeretnek sokan gondolni. Jött ez az új srác, bezárták, kibírta, szép beszédet mondott utána, hős, legyen ő a miniszterelnök. Ez nem ilyen gyorsan megy. Tüntetésen megállítottak emberek, menjünk oda és rángassuk ki a parlamentből azt a kormányt. Mondom, és akkor utána mi van? Mert az a történelem szerint olyankor akkor egy rögtönítélő bíróságot kell csinálni, mert azt nem lehet, hogy kirángatod a kormányt, és azt mondod, hogy uraim, üljenek villamosra és menjenek haza. Nem gondolják az emberek végig, mert van egy düh. Megjegyzem, a mostani utcai megmozdulások dühe azért szép és szimpatikus számomra, mert értelmiségi düh, az értelmiségi düh kielégíthetetlen, az agrár vagy munkás düh, vagy inkább azt mondanám, hogy az egzisztenciális düh az megvásárolható, ez egy szűnni nem akaróbb fajta düh, és elvi alapokon áll. De vissza, bocsánat, nem biztos, hogy lesz rá módom, hogy szót adjak neked a továbbiakban, el akarom mondani. Pedig esküszöm, hogy most nem Hajós Andrásról akartam kérdezni, hanem pont arról, amiről beszélsz, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy ez a fővárosi értelmiségi dű, ez országos szinten meg tudjon jelenni, hatni tudjon, és hogy lesz ezekből a szimpatikus buli hangulatú tüntetésekből kormányváltás? A dű csak egy eleme, és a tüntetés csak egy eleme ennek a nagy körforgásnak, ami változást idézhet elő, és a tüntető tömeg és a tüntetési üzenetek csak egy szereplő. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor a előző ciklusa előtt megpróbált kordonbontóként egyfajta, meg fülkeforradalmárként egyfajta forradalmat rajzolni a médiatérbe maga köré, és a alkotmányozó nemzetgyűlésnek hazudni valamilyen módon, és ez is hangzott a szájából az új parlamenti felállást. Mindannyian tudjuk a történelemből, hogy valahogy az utcáról elindul a tömeg, és annak az akarata valahogy egyszer csak kikerülhetetlenné válik. Egy demokráciában ez nagyon nehéz, mert felfordulást nem akarunk forradalmat, mert az bajjal jár, de sokan azt látjuk, hogy a parlamenti pártok, akik bekerülnek, azok viszont nem érnek el eredményt. Ma is volt itt egy vendéged, aki erről beszélt. Én a helyébe vagy elmondanám neki, hogy nem igaz, hogy nem ért el eredményt, hiszen úgy kell ezt tekinteni, mint egy orvost, aki egy beteg életét 2 évvel meghosszabbítja, vagy egy láthatatlan ápolót, aki csak egyszerűen ágytálat cserél valaki élet, és az életminőségét egy órára megjavítja. Annak a munkának, mint az ellenzék a parlamentben végez, van értelme. Amiről én beszélek, és ami az én üzenetem, az az apró munka iránti nyitottság. Szeretném, ha az emberek észrevennék, hogy oké, nagyon klassz tüntizni, nagyon hangulatos, de utána észre kellene venni azokat is, akik alapszervezetet építenek, itt van a Momentum. Észre kellene venni azokat, mint az LMP, akik nagyon fontos üzeneteket és ügyeket vittek a parlamentbe, és akár a sajtóval, akár oknyomozó újságírókkal együtt megváltoztatták a dolgok menetét, hanem is olyan látványosan, mint egy showműsorban. Észre kellene venni, hogy van Karácsony Gergely személyében egy olyan polgármester, aki mondjuk most hétvégén Zuglóban egy helyi választáson fog eldőlni, hogy egy fideszes többség ellenében tud-e többséget szerezni, és akkor megint változhatnak a dolgok. Ezeket kevésbé szeretjük, az ajtónkon becsöngető aktivistát, aki fölteszi ilyen kérdéseket, kevésbé szeretjük. Lendületesen szeretnénk egy délután alatt elintézni ezt az egész kormányváltást, egy nagy tüntetéssel, ez így nem fog menni. Én szeretném visszaemelni az ázsióját az apró munkának, és arra figyelmeztetni mindenkit, és ezért is nem megyek színpadra, és ezért is ezúton kérek az ATV stábjától elnézést, hogy a Szabadság téren nem nyilatkoztam nekik, mert azt éreztem, hogy már sok, és nem ez az én dolgom, és én nem akarom leszerepelni az ott levőket, meg téves képzeteket kell tenni, hogy nekem milyen terveim vannak. Egyszerű állampolgárként vagyok ott, és annyiban vállalok közszereplést így ilyen témákban, hogy azt jelezzem az embereknek, és arra bátorítsam őket, hogy ezekből az apró munkákból fog összeállni a változás. Aztán van itt még egy dolog.
ez az a közeg, amiben ezeknek a fiatal politikusoknak, politikus jelölteknek tanulni és szokni kell. Szokni kell az ütésállást, szokni kell ennek a modern médiatérnek a működését, a ritmusát, az üzeneteiket, hogyan tudják átvinni, hogyan állják a sarat, mert végsősorban ez arról szól, hogy szimpatikusnak találunk egy embert, és elhisszük neki, hogy ha ő oda kerül, akkor be fogja tartani az ígéretét, és nem lop. Sokszor láttuk már azt, hogy valaki szimpatikus volt, sokszor vertek át minket. Erre nem lehet azt a választ adni, hogy nem hisszük el soha többé, és politikus nem kell. Azt hiszem, bele kell nyugodni mindannyiunknak, hogy ez egy olyan játék, aminek időről időre neki kell futnunk. Igen, most a Gulyás Marcit fogjuk nézni, annak alapján, hogy állta eddig a sarat, azt mondjuk, hogy jó gyerek, szerintünk ő nem fog lopni. De azért még nagyon messze vagyunk attól, hogy Gulyás Marci oda kerüljön a parlamentbe. Neki pedig azt kell megértenie, és annak a fiatal közegnek, hogy el kell kezdeni válaszokat adni, olyan válaszokat adni, olyan kommunikációs munkát elvégezni, amelyek nélkül az ellenzéki vagy baloldali megújulás nem várható. Itt van a migráns, már majdnem én is migráncsot mondtam, annyiszor így használjuk. Migráns kérdés, nincsen válasz, nincs egy jó válasz, egy jó ellenzéki válasz, mindenki ilyetten behúzza a nyakát, és mindenki azt mondja, hogy hát tulajdonképpen azért igazából én se szeretném, hogyha jönnének, de hát azért azt már mégse lehet, hogy úgy, mint Orbán Viktor. És át is vettük a szóhasználatot, hiszen nem is migránsról, de migránsról beszélünk, és nem menedékkérőről, vagy menekültről, pedig nyilván nagyon sok esetben, és azt hiszem, hogy te is ezekre az esetekre gondolsz elsősorban, erről van szó. És ha jól értem, azt mondod, hogy nem elég néhány napig bulizni az oktogonnál, az embereknek azt kell megérteni, hogy a mindennapokba álljanak bele. Igen, de ettől még lehet bulizni, és ettől mi nagyon fontos, hogy feszegetni kell a határokat, és nagyon helyesek azok a bevállalós félig punk srácok, akik időnként megpróbálkoznak valamivel, csak ezt egyiket sem kell különállóan önmagában fetisizálni, azért, mert ez az egész abból fakad, hogy Orbán Viktort nagyon sokan patás ördögnek látják, és azt gondolják ennek következtében, hogy az ő leváltása az mindent megold. Ennél súlyosabb, strukturálisabb bajok vannak, amelyeket nem feltétlenül Orbán Viktor okozott. Orbán Viktor sokkal inkább látom patás ördög helyett mondjuk papucsos Krampusznak, nem ennyire fontos ő, de ő is egy következménye annak, hogy mi milyenek vagyunk, politikai kultúránk milyen, és azt hiszem, hogy most van egy esély, hogy egy új generáció egy újfajta hangon kezdjen el egy politikai kultúrát megtanulni vagy kialakítani, és ez jó. És az ellenzéki megosztottságon, amiről sokan lamentálnak régóta, hogy tud ez az új generáció szerinted felülkerekedni? Ma neki szegezték egy momentumos aktivistának azon a gyűlésen, ahol délután voltam, azt a kérdést, hogy na akkor ti ezt hogy fogjátok csinálni. Hebeget, habogott, igen, mi is szeretnénk, de azért vannak elveink, amik kapcsán nem. Azt hiszem, hogy ahogy például az LMP és a Jobbik a múlt héten a CEU törvény, utána a civil törvény kapcsán valamilyen megállapodásra jutott. Naivitás az emberek részéről, a szavazók részéről fekete-fehér történetet nézni. Azt a Szulejmánban van, hogy aki főgonosz, az mindig főgonosz. A valóságban nem várhatjuk el a minket képviselő emberektől, hogy abban az értelemben gyermekien és meseszerűen tiszták legyenek, hogy ne kössenek kompromisszumot, hogy ne legyenek időnként megbicsaklásaik, időnként hibáik. A politika egy nagyon sötét játszma, és azt hiszem fel kell kötni a kesztyűt, hogyha a politikának ezt az undorító részét le akarjuk győzni, aminek egyik képviselője Orbán Viktor, aminek sok képviselője van, és a magyar történelemben ennek már van hagyománya. Nem Orbán Viktor volt az első és az utolsó, aki ilyen világot akar építeni, amit nem szeretünk. És igen, ebben az értelemben önkéntes ügynökök vagyunk sokan. Mi nem szeretnénk, ha ilyen világ lenne, de attól, hogy nem értünk egyet ennek a világnak az építésével, ami Orbán úr fejében van, még nem vagyunk Soros által fizetve. A lényeg az, hogy azt hiszem, hogy időről időre fel kell nőni. Nagyon szépen mondtad, és úgy felül is emelkedtél, bocsánat, hogy megint lerángatlak a konkrétumokra, de ezzel a Szulejmános hasonlattal mondjuk például Gyurcsány Ferencről beszéltél? Nem beszéltem se Gyurcsány Ferencről, se Friderikusz Sándorról. Te szeretted volna, ha örülök beszélni. Nem, Gyurcsány Ferenc ezúttal nem jutott eszembe, bevallom. Kicsit szégyellem is magam emiatt. De ha jól értem, akkor azt mondod, hogy az, hogyha bizonyos embereket, vagy bártokat akár a végtelenségig elutasítunk, az nem fog közelebb vinni a megoldáshoz. Igen, de ha már Gyurcsány Ferencet említetted, amikor média használatról, üzenetátvitelről, hatalomtechnikáról van szó, akkor kevesen vonják kétségbe Gyurcsány Ferenc ilyen irányú tehetségét.
az, hogy ki politikus, ki államférfi, az egy nagyon összetett ügy. És azt hiszem, hogy az Orbán Viktor kártékonysága talán abban mutatkozik meg a legjobban, hogy egy nagyon rossz irányú politikus képet mutat, tudatosan mutatja ezt, mert azt érzi, hogy ez az a kádári vezető típus, akire az ország még mindig vevő, és nekünk meg el kéne hinni, hogy nem ilyen politikust, nem ellen Orbánt kell keresni. És hát a fiataloknak meg el kéne hinni, hogy beszállhatnak a magyar politikába anélkül, hogy abban megsemmisülnének, vagy pedig ilyenné kellene válniuk, ami nyilván az egyik legnagyobb probléma, és nagyon messzire vezet. Meg fognak semmisülni, most szólok, mint ahogy az ember megsemmisül a bányában is, az egyetemi oktatói padon is, a buszsofőr is megsemmisül, vállalunk egy feladatot, és a médiában bohócként vagy szórakoztatóiparosként is meg lehet semmisülni. Nincs álomvilág, meló van, apró munka és felnövés. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.